Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a téglatest felszínét és térfogatát gyakoroljuk. Harmadik leckénkben vegyes feladatokat oldunk. Nézzük a konkrét feladatokat. Számítsd ki a téglatest magasságát, ha adott térfogata, egyik alapéle és alapátlója. Rajzoljuk le a téglatestet, jelöljük meg az éleit, A oldal, B oldal, C oldal, az alapjának az átlóját, az a kis d, esetleg a testátlót, nagy d, ha bár a feladatokban most ezt nem kéri, és írjuk ki azokat az adatokat, amelyekkel rendelkezünk. Tudjuk, hogy a térfogat 1152 köbcentiméter. Az egyik alapéle, legyen az az A oldal, 8 cm, és alapátlója, tehát a kis d, 10 cm. Amit mi keresünk, az a magasság, jelölhetjük H-val, vagy akár C-vel, téglatest esetében ez a kettő ugyanaz, és ahhoz, hogy a magasságot kiszámoljuk, az alapátlón keresztül még a B oldalra is szükségünk lesz. Amit már említettem, az alappal tudunk elindulni, hiszen az alapban az A oldal, a B oldal és az átló, az alapátló egy derékszögű háromszöget képez, és a derékszögű háromszögben föl tudjuk írni Pitagorasz tételét. A derékszöggel szemben lévő oldal, az az átfogó, tehát D négyzettel kezdem, egyik befogó az A, tehát A négyzet, másik befogó B, tehát B négyzet. Helyettesítsünk be. Az alapátló 10, tehát D négyzet az 10 a négyzeten. Az egyik alapél, az A oldal az 8 cm, tehát 8 a négyzeten, és a hiányzó oldal, a B-t megmarad, mint B négyzet. Emeljük négyzetre a 10-et és a 8-at. 10 a négyzeten az 100, 8 a négyzeten az 64. Innen ki tudjuk fejezni a B négyzetet, mégpedig úgy, hogy a 100-ból kivonjuk a 64-et. A 100 minusz 64 az 36. B négyzet, ha egyenlő 36-tal, csak maga a B oldal, 36-nak a gyöke, vagyis a B oldalunk 6 cm. Miután kiszámítottuk a B oldalt, felhasználjuk a térfogatunkat, hiszen az adott. A térfogat képletében szerepel az A oldal, a B oldal és a C oldal. Helyettesítsünk ide. A térfogatunk 1152, az A oldalunk 8, a B oldalt most számoltuk ki, az 6, és íme itt jelentkezik a hiányzó C oldal, vagyis a testmagasság. Ha kiszámoljuk a 8x6-ot, az 48, innen a C oldalt úgy kapjuk meg, hogy az 1152-t el kell osztanunk 48-zal. Nézzük ezt az osztást. Először is a 115-ben a 48, a 48 az nagyon közel van az 50-hez, tehát könnyen megközelítőleg 50-nel tudunk osztani. 115-ben a 48 megvan kétszer, mert kétszer 48 az 96, hogy 115 legyen, kell még 19. Lehozzuk a következő számjegyet, a 2-t. 192-ben a 48 pontosan 4-szer van meg. 4-szer 40 az 160, 4-szer 8 az 32, az 192. Tehát a keresett C oldalunk, vagy másképpen magasságunk, 24 cm. Nézzük a második feladatunkat, melyben most ismert a téglatest felszíne, egyik alapéle és testmagassága. És ezek az adatok alapján ki kell számítani a testátlóját. Rajzoljuk fel a téglatestet, jelöljük meg oldalait, A oldal, B oldal, C oldal, alapátló, illetve testátló. Amit tudunk, hogy a felszínünk 768 négyzetcentiméter, egyik alapér, legyen ez A oldal, 6 cm, és a magasság, amit akár C, akár nagy H-ként jelölhetünk, 24 cm. Ahhoz, hogy kiszámoljuk a testátlót, szükségünk van mind a három oldalra, A-ra, B-re, C-re. Az A és a C már adott, tehát még hiányzik a B oldal. Mivel ismerjük a felszínt, éppen ezért a felszín képletéből tudunk elindulni. A téglatest felszínére két képlet is létezik. Amikor ismert mind a három oldal, akkor a zárójeleset szoktuk használni. Most, amikor a felszínt ismerjük, ajánlom, hogy az első képletet, tehát amikor külön kétszer A-szor B,
plusz kétszer A szor C, plusz kétszer B szer C szerepel. Helyettesítsünk be. A felszín helyett írom a 768-at, kétszer, az A szor B, az 6 szor B, tehát a B oldalt nem ismerem, ezért megmarad B oldalként. Plusz az A szor C, az 6 szor 24, természetesen kétszer, plusz kétszer, és maradt még a B szer C, tehát a B szer 24. Végezzük el azokat a szorzásokat, amit el tudunk végezni. Kétszer 6 az 12, tehát lesz 12 szor B. A kétszer 6 szor 24-et érdemes úgy számolni, hogy 6 szor 24, 6 szor 20 az 120, 6 szor 4 az 24, az 144, annak a kétszerese 288, és a kétszer B szer 24, kétszer 24 az 48, tehát 48B. Vegyük észre, hogy a 12B-t és a 48B-t össze tudom vonni, az együttesen 60B. Innen már könnyen ki tudom fejezni a 60B-t, mégpedig úgy, hogy a 768-ból kivonjuk a 288-at. Ha elvégezzük a kivonást, az eredmény 480. És innen már csak egy lépésre vagyunk, hogy megkapjuk a keresett B oldalt, mégpedig úgy, hogy a 480-at elosztom 60-nal. Vegyük észre, hogy mind a két számnak a végén nulla található, ezt le is tudjuk egyszerűsíteni, és a legvégén 48 osztva 6-tal az 8, tehát a keresett B oldal 8 cm. Mielőtt kiszámolnánk a testátlót, egy apró pici kis segítség, illetve javaslat, vegyük észre, hogy a felszín képletünkben, amikor behelyettesítettünk, a felszínünk páros szám, tehát úgy is mondhatnám, hogy minden egyes tagot el tudom osztani kettővel. Abban az esetben ugyanilyen lépésekkel haladnánk tovább, egy picivel kisebb számok segítségével kapnánk meg ugyanezt a végeredményt. Nézzük akkor feladatunk végén a testátló számítását. Képletünk gyök alatt A négyzet plusz B négyzet plusz C négyzet. Az A négyzet plusz B négyzet adja a kis D négyzetet, tehát az alapátló négyzetét, a kis D négyzet plusz C négyzet pedig adja a nagy D négyzetet. Direkt ki tudjuk tehát számítani a testátlót, anélkül, hogy az alapátlót kiszámolnánk. Helyettesítsünk be. Az A oldalunk az 6, tehát 6 a négyzeten, a B oldal, ezt most számoltuk ki, az 8, tehát 8 a négyzeten, és a C oldal az 24, tehát 24 a négyzeten. Emeljük négyzetre ezeket a számokat, 6 a négyzeten az 36, 8 a négyzeten az 64, és 24 a négyzeten az 576. Ha összeadom a 36-ot és a 64-et, az összeg 100, és ehhez, ha hozzáadjuk az 576-ot, az eredmény 676. Szerencsénk van, hiszen a 676 az a 26-nak a négyzete, tehát a végén megkaptuk, hogy a keresett testátló 26 cm. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!